Békenyugalom és festői természeti környezet fogadja a látogatót a Vádaljai Parkerdőben. Az elmúlt évben a helyi és a Bonyhádi önkormányzat párhuzamosan futó pályázatának eredményeként közel 500 millió forintból újultak meg a tavak és a parkerdő pihenő parkja. Most azonban mindezt nem lehet élvezni. Húsvét előtt a településvezetés a falu lezárása mellett döntött a járványveszély veszély miatt. Most megint megkaptuk ezt a lehetőséget, és úgy gondolom, hogy a járvány elkerülése véget élni fogunk ezzel. Tehát ez azt jelenti, hogy szombaton éjféltől vasárnap éjfélig le lesz zárva a várai Parkerdő. Szíbertéva polgármester azt mondja, az a tapasztalat, hogy a jó idő beköszöntével megszállják az erdőt a családok és a baráti társaságok. Ez a jelen helyzetben veszélyt jelent, ezért döntött a parkerdő lezárása mellett.